Sán, de idejében. Olyan, annyira más az időszámításunk nekünk, 21. századi embereknek, és azoknak, akik a Biblia keletkezésének idejében éltek. Olvasunk ilyeneket az evangéliumokban, meg az Ószövetségben, hogy azonnal vannak ilyen szavak, tüstént, haladéktalanul. És ez többnyire azt jelentett, hogy tudom, egy héten belül vagy. És azonnal elindult. Tudod, egy hónap múlva. És nyomban visszaindultak két nap múlva. Tehát, hogy azt hiszem, hogy mi ezzel a hipertechnologizált határidőnaplóval, telefonnal menedzselt életvitelünkkel egy olyan ritmust vettünk magunkra és kényszerítettünk magunkra, ami Istennek sose volt terve. Értem? Ja, nem lehet. Ezt nem azért mondom, hogy egy megoldást próbáljak adni, csak talán csak annyi, hogy amikor úgy érzed, hogy be vagy zárva a telefonod, a határidőnaplód és az órád közé, akkor jogos az érzésed. Csak ennyi. És még az is lehet, hogy szabadulni is lehet belőle. Igaz? Lehet, hogy már hallottátok. Lehet, hogy itt hallottátok, hogy hogyan lehet szabadulni. Tessék? És csak nehéz komolyan venni a szabadulásnak a módszerét, mert hogy hárít rád felelősséget, a döntés felelősségét. De ha már egyszer ebbe belekeveredtem, mielőtt átadom Ernőnek a szót, a szabadulás az, hogy megtudod, hogy a végső döntéshozó, a végső bíró, az egyetlen igazi hatalommal bíró lény nem várja tőled ezt az életstílust, életmódot. Úgyhogy az elengedés, annak a megtagadása, hogy megfelelj ennek az őrületnek, a szabadulás útja. És a fenyegetés, ami ennek a túloldalán van, az, hogy összeomlik az életed. Hisz minden igazi kötődésed, minden felelős pontod magában foglalja ezt a ritmust, ezt az őrületet. És te, amikor azt mondod, hogy nem, akkor valószínűleg tönkremész. De ez nem igaz. Hányan próbáltatok engem felhívni? Nem sokan. Péter, néhányan, akik tudja. Hányatoknak sikerült? Egy kéz van a magasban. Engem nem lehet felhívni. És nem mentem tönkre. Illetve tönkre mentem, csak másért. Úgy értem, de csak hogy értsd, tehát ebben nincs arrogancia. Mindannyiatokat szeretlek. És meg is adom a telefonszámomat. De csak értsd, hogy egy ponton eldöntöttem, hogy engem borzasztóan stresszel, ha valaki felhív. Mert ha felhív, komolyan veszem, amit mond, amit kér, ami jön, odafigyelek rá, és akkor az kivesz engem abból, amit épp csináltam, amifelől döntöttem, ami a felelősségem, a kötelességem volt. És ha valaki kivesz 15 percre, én nekem nagyon lassan forog az agyam, nekem kell még 20 perc, hogy visszakerüljek oda, ahonnan kivett az a hívás. Úgyhogy elment egy órám. És ilyenből egy munkanapon nekem csak 60, és kapok 8-10 hívást. Nem lehet felhívni. És figyeljetek, az élet működik. Tényleg működik. És azt gondolom, hogy akik ismernek, azok meg is bocsájtották ezt már nekem. Tehát így elfogadták, hogy a Sanyi így működik. És akinek meg frissen adom meg a számomat, annak többnyire mondom, hogy nagyon nehéz lesz elérni. Úgyhogy, ha igazi üzenete van, írjon SMS-t. Hosszút, amiben benne van az üzenet is. És akkor a dolog így működik. De csak értsd, hogy nincs olyan szabadulás a rendszerből, amely ne követelni a te hitedet,
a te valamilyen fajta meggyőződésedet arról, hogy lehet másképp is élni. De lehet másképp élni. Nem azt mondom, hogy nekem sikerült, hanem azt mondom, hogy a Biblia egy olyan modellt mutat, amely emberi léptékkel működik. Úgyhogy fogadjuk nagyon sok szeretettel Kálmán elnök. Mi ugye a betűk sorrendje? Ernőt! És ő lesz az, aki némi szellemiséget is hoz ebbe az indulásba. Soha többet nem hívlak fel. Azt is se olvasom, hát nyugodtan. Na, sikerült. Meglátom, hogy negyed oldalnál hosszabb, akkor azt elrakom, hogy később olvasom el. Az okosok nagyon vigyázni kell. Köszönöm Sanyi a szót, és hogy megtudtuk, hogy lehet veled, hogy nem lehet veled kapcsolatba lépni. Oké. De nekem néha sikerül, úgyhogy ne higgyétek, hogy lehetetlen. Igen. Nagyon hálás vagyok, hogy megint itt lehetek, közöttetek. Ez itt az eredményes élet találkozó. Imádkozunk? Imádkozzunk egyet, ez jó ötletnek tűnik. Sziasztok, akik néztek és hallgattok bennünket. Drága Úrunk, sokszor tűnődünk rajta, hogy vajon tényleg eredményes életet élünk-e. Nagyon sokszor úgy tűnhet, hogy nem. Csak szeretnénk érteni, hogy mi a különbség, hogy te hogy látod a sikert, az eredményességet, és nekünk hogyan tanította a világ. Mi a különbség? Mikor vagyunk igazán eredményesek? Ha téged követünk, vagy ha bukott angyalt? Mutasd meg nekünk, Urunk, de ne csak a végén, hanem minden nap. És tudom, hogy ez mi is kellünk, és adj a szívünkbe egy vágyat, hogy megismerjünk téged, hogy olvassuk az igédet, imádkozzunk, hogy akarjunk téged, hogy meg akarjuk érteni, hogy mi a célod velünk, az életünkkel. Csak téged akarunk, Urunk, nagyon egyszerűen. Köszönjük, Jézus, hogy ez lehetséges. Köszönjük, mutasd ezt meg nekünk. Te nevedben imádkoztunk, Urunk. Ámen. Erről gondolkodtam pont, hogy eredményes élet találkozón vagyunk, és itt Sanyival néha bevallottuk, hogy így ilyen aszteroida mezőbe lavírozunk, és sokszor nem olyan sima az út, és nem tűnik annyira sikeresnek. Miért beszélünk akkor mégis, miért vagyunk itt az eredményes élet találkozón? De azt gondolom, és néha itt sírdogálunk, vagy nem tudom, tudod, és nem tagadjuk azt, hogy vannak gondok, de mi azt olvassuk ebben a könyvben, hogy Pálnak rengeteg öröme volt, hogy a börtönből írt leveleket, és azt mondja, hogy mindig örüljetek. És van az egyik kedvenc versem, és ezt most fel fogom olvasni nektek, Apostolok cselekedetei 20-24-ből. Nagyon bátorító, ezt írja Pál, de semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. És azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És Pál itt örömmel való futásról beszél. De hogyan futhatunk örömmel ebben a világban? Hogyan örülhetünk akkor is, hogyha összeborul minden a fejünk felett? És tudod, a válasz az, amire én jutottam, és ne dobáljatok meg, van valakinél paradicsom? Hogyha nem önmagunkra nézünk. De ez a világ azt tanítja, hogy nézz önmagadra, élj a saját magad világába. Tudod, ez egy őrültség, hogy valaki mással foglalkozz, vagy hogy feladd esetleg az életedet Istenért. Mert a világ azt gondolja, hogy ha feladod az életedet Istenért, akkor az biztos egy örömtelen, egy ilyen kényszerpályára fog vinni, ami megfoszt egy csomó mindentől. De,
de Pál azt mondja, hogy van egy szolgálata, amelyet az Úr Jézustól kapott, hogy bizonyságot tegyen az evangéliumról, hogy Pál másokért élt, hogy az egész életét másokért élte le. És hogyha megnézzük a mintánkat, Jézus Krisztust, hogyha megnézitek, akkor ő egész életében csak szolgált, soha nem magával foglalkozott. Mindig kifelé irányult a figyelme, és az Atyára irányult a figyelme. Mert hogyha mindig magunkkal foglalkozunk, ha mindig csak ha mindig a saját kis körödet szeretnéd építeni, akkor mindig lesznek építő kockák, ami hiányozni fog. Hogyha saját magad igényeit szeretnéd kielégíteni, megelégíteni, akkor mindig lesz valami, ami nem lesz meg, és egész életedben csak tudod, ezt próbálod megszerezni. Rengeteg ember ezért depressziós, mert egyszerűen nem tudja elérni, nem tudja összerakni az életét egy olyan módon, ahogy azt tudod, jónak ítéli. És sokan nem is tudják, hogy valójában mi az élet, hogy mi a valóság, tudod, vissza a valósághoz. Nem a valóságnak megfelelően élnek, és a Bárány Lacival, a hatalmas pázsi doktorral együtt dolgoztunk elég sokat mostanában, és így meséltem neki, hogy valamelyik nap kaptam egy filmrészletet a Matrix harmadik részéből, az utolsó jelenet, a Mr. Smith, az ügynök fekete napszemüvegbe küzd a főszereplővel, és egy ilyen aszfalt tölcsérben vannak, amit a küzdelmük során robbantottak ki, és folyik be a víz, pocsolya, zuhog rájuk az eső, nagyon hatásos felvételek, és Mr. Smith nyerésre áll, a főszereplővel szemben fekszik a vízben. Már nagyon rég láttam a filmet, csak ezt a 2 perces jelenetet küldték el egyébként, hanem nem nagyon láttam az összefüggéseket, csak az utolsó mondatok, hogy fekszik a főszereplő, és próbál feltápászkodni, és Mr. Smith már elvesztette a türelmét. És azt mondta, hogy miért kell fel Mr. Anderson? Miért harcol tovább? Szóval azt gondolja, hogy valami többért küzd, mint a saját életéért. Azt gondolja, hogy van valami több ennél. Miért küzd? Az igazságért? Valami eszméért? Szóval minden csak illúzió, Mr. Anderson. És tudod, Sátán ezt mondja, hogy nincs semmi több, csak te magad. Miért állnál fel? Miért küzdenél tovább? Tudod, annyira ördögi volt ez a kép. És utána tovább folytatja, amikor a főszereplő feláll, azt mondja, miért? Miért csinálja ezt? Miért ilyen makacs? És akkor azt mondta a főszereplő, hogy mert így döntöttem. Tudod, és mi is dönthetünk úgy, hogy tudod, az egész világrendszer, és erről lehetne egy hosszabb tanítás is, hogy van berendezve a világrendszerünk, hogy Sátán hogy hozta létre azokat a dolgokat, amik fogságban tartanak minket, amik mind önmagunkra irányítják a figyelmünket, hogy ne tudjunk kitörni, tudod, ebből az ördögi körből. De dönthetünk úgy, hogy nem önmagunkra nézünk, és itt a Filippi levélben Pál ad egy kulcsot nekünk, ami ugyan persze megint csak felháborító, de működik. Olvassuk el a Filippi 3:7. Figyeljetek! De amelyek nékem egykor nyerességek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Pálnak volt ereje, volt mersze mindent szemétnek ítélni. Tudod, szemétnek ítélem azokat a csapdákat, amiket Sátán felállított nekem, és amelyek annyira vonzóak voltak, amikor még Isten nélkül jártunk. Tudod, hogy létezik valami több ennél, hogy van egy katolikus misén hallottam a következőt. Az üzenet sem volt rossz, de a végén azt mondta a pap, hogy menjetek békével, küldetésetek van. Tudod, ez milyen jó volt? És ezt többször hallottam ettől a katolikus paptól. Menjetek békével, küldetésetek van. Tudod, és a Biblia üzenete ez, hogy küldetésetek van, hogy van valami több annál, mint hogy a saját életedet felépítsd. Hogy tudod, elmondhatod egy embernek az evangéliumot. Hogy ez a mi küldetésünk, hogy ne állj meg, ne pusztán önmagaddal foglalkozz, és persze most nem azt mondom, amit Sanyi szokott, hogy csuha megkötél, és tudod, és mindenről mondjunk le, nem ezt mondtam, hanem azt, hogy létezik valami sokkal több annál, mint az én életem. És igazán, tudod, és folytatódik, tele van ígéretekkel a Biblia.
azokról az emberekről beszél Pál, akik megmaradnak Sátán rendszerében, kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. És itt van az ígéret, ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, az ő hatalmas munkája szerint. Ne Sátán változtasson el bennünket az ő képére, hanem hagyjuk azt, hogy Krisztus változtasson el az ő képére. Hogy mekkora ígéret ez, tudod, hogy kitörhetünk ebből a hazug rendszerből, ebből a Mátrixból, és mi tudjuk a választ Mr. Smith kérdésére. Tudod, mi tudjuk a választ, és válaszolhatunk úgy, hogy hé, Sátán, azért döntöttünk másképp, tudod, mert ez az én szabad akaratom volt, hogy Isten mellett döntöttem. Amen? Sanyi, kérlek. Valami van a levegőben. Amíg Ernő imádkozott, megfogalmazódott bennem valami, amit igazából az elmúlt másfél-két napban éltem át. Tudod, vannak pillanatok, amikor Isten tanít valamit, és érzékeled, hogy tanítja, de még nem esett le. És van egy pillanat, amikor megfogalmazódik a tapasztalat, amikor nagyon szépen köszönöm, amikor levonod a következtetést, amikor megszületik a felismerés, és egész zavarba ejtő módon ezt a felismerést Ernő elprédikálta most. És nem akarok hozzátenni, sem elvenni, de egy pár gondolattal folytatnám, ha megengeded ugyanezt a gondolatot. És csak kérlek, Atyám, csak kérlek, drága Jézus, hogy tedd ezeket a szavakat borzasztóan hasznossá, rendkívül érthetővé a te drága nevedben. Amen. Azt tanultuk az elmúlt percekben, hogy a megoldás, az egyik megoldás az életünkre az, hogy kifelé nézünk. Hogy nem a magunk életét éljük tíz körömmel kapaszkodva, fogat csikorgatva, harcolva, hanem hogy kifelé nézünk, másokkal törődünk. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez nekem lehetetlen. Én képtelen vagyok veled törődni. Nem érdekelsz. Egészen addig, ameddig én magam nem érzem úgy, hogy törődve vagyok. Nem tudok veled törődni addig, ameddig én nem vagyok biztonságban. Képtelen vagyok rá. Megpróbálom eljátszani, hogy aztán esetleg a teljesítményemért cserébe biztonságot kapjak. De muszáj, hogy biztonságban legyek. Az az ember, aki szembenézett a valósággal, azzal a részével, amelyet meg tud tapasztalni, amely hat rá, amely társadalomként, fizikai valóságként, biológiai valóságként körülveszi, annak az embernek nagyon komoly fenyegetettség tudata kell, hogy legyen. Mert hogy van, nagyon gyengék, nagyon kiszolgáltatottak vagyunk, és az életnek, a körülményeknek bizony van egy nagyon komoly fenyegetése. És én azt vettem észre magamon, minden képmutatás és minden álszentség nélkül, hogy amikor ez a fenyegetés igazán bekopogtat az ajtón, amikor az ellenséges seregeknek a zaja áthatol a házam falain és ablakain, amikor este úgy fekszem le, hogy tudom, hogy az az ellenség, akit nem tudok legyőzni, ott áll a falak előtt, nagyon-nagyon felszínessé válik a nyugalmam, nagyon merevvé a mosolyom, és nagyon
sekélyessé a veled való törődésem. Bajtásként tudok rád gondolni. Tudok rád gondolni, mint valaki, aki hasonló veszélyben vagy, mint én. De nincs megoldásom. Legfeljebb azt tudom mondani, hogy meneküljünk. Meneküljünk együtt. Nincs nekem se válaszom. Ennek ellenére, amit Ernő mondott, zseniális. Ennek ellenére ez a válasz. Muszáj, hogy kifelé nézzek. És valójában két fázisban nézek kifelé. Az első fázis, amikor felismerem a fenyegetettségemet, és kifelé nézek segítségért. Elveszek, Uram. Ez az első lépés, hogy segítségért kiáltok az Úrhoz. Ő megszabadít engem, és dicsőítem őt. És ez az a pillanat, ez az az első olyan pillanat, ahol végre nyugalmat találok, végre békességet találok. Az ellenséges sereg még mindig kint van a falak előtt. De én már nem vagyok egyedül. Én már ígéretet kaptam arra, hogy Isten velem van, velem lesz. És ez az a pillanat, ahol nyugalmat, békességet és erőt találok. És ez az a pillanat, ahol egyszer csak meglátlak téged. És ahol a szeretet, amely ott van, és ott volt bennem, elkezdhet szabadon kifejeződni. És még mindig nyomorúságban vagyunk, nem oldódott meg a probléma, de a kérdés helyett már válaszom is van. És ez az a pont, ahol én egyszer csak életet találtam. Egyszer csak az ellenségem szeme láttára egy terített asztalt látok az Úrtól. És az élet egyszer csak működik. És ez az a pont, ahol a figyelmem majdhogy nem teljesen természetesen és könnyedén kifelé fordul. És ez a körforgás az, amely megtartja az életünket. És arra jöttem rá, hogy ebben az egészben van egy gyenge pont. Ebben van egy gyenge pont. Hogy te nem szabadulsz meg. Ismerős ez? Ha ez megtörténne, ha te megszabadulnál, ha az Úr téged megszabadítana, akkor te beállnál ebbe a sorba. Akkor te része lennél ennek a tényleg ámulatos életfolyamnak. De hogy történhet meg az, hogy nem szabadulunk meg? Hogy történhet meg? Legyünk logikusak. Két oka lehet annak, hogy nem szabadulunk meg. Igaz? Az egyik, hogy az Úr nem szabadít meg. Hogy azok az ígéretek, amiket olvasol, azok bírnak valahol egy apró betűs résszel, ami miatt az Úr, bocsáss meg, Sanyikám, ne haragudj, nem olvastad? Tudod, ez, nem, ne haragudj, ez rád nem vonatkozik, bocs. De azért sok sikert. Tudod, tehát valahol a lelkünk mélyén hitetlen hívők vagyunk. Ránézek az Úrra, és azt mondom, hogy ámulatos vagy, szuper vagy, kár, hogy engem ki kell, hogy hagyj. Nem tudom, hogy milyen trükkel csinálja ezt meg a lelked. Nem tudom, hogyan győz meg róla, hogy ilyen hited legyen, de simán van ilyen hitünk. Látom, mert nevettek, meg mind bólogattok. Tehát valahogy hitetlen hívők vagyunk, és leszünk, és maradunk. Úgyhogy az egyik dolog, amin az Úr munkálkodik, hogy hívő-hívővé tegyen. Mert hogy a szabad akaratod miatt szükség van a hitedre. Tehát, hogy neked bele kell egyezned. Ez a te méltóságod, ez az az érinthetetlen vonal, amelyet az Úr se léphet át, mert ahogy átlépte, megszűnsz embernek lenni. Onnan már csak egy gép vagy. Talán. Vagy valami ilyesmi. Úgyhogy szüksége van a hitedre. Nem táplálkozik belőle, hanem a tisztelet, az a tény, hogy ember vagy, az ő képére teremtve feltételezi, hogy hit által élsz. A második, hogy te diszkvalifikálod magad. Azaz hiszel az Úrnak, hívő-hívő vagy, az Úr megszabadít, de tudod, hogy te nem engeded, hogy megszabadítson. Hogy te
azt a minimális feltételt, ami esetleg mégiscsak ott van a képletben, nem teljesíted. És ebben van egy gyönyörű csapda, mert valójában az Úr nem vár mást, csak azt, hogy hozzá kiálts. És ha hozzá kiáltottál, az már feltételezi a hitet. Tehát ugye te egy igazi szívből való segíts, és tudod, és tényleg számítok rá, hogy jön a segítség, az feltételezi a hitet. Az a segítségül hívás, amelyik hitetlenségben gyökerezik, azt képmutatásnak hívják, azt színjátéknak hívják. Az nem egy igazi segítségül kiáltás. Ez egy rituálé, amit a vallásomban megteszek, hát ha bejön. De hát én sem számítok rá, hogy bejönne. Tehát valójában abban a pillanatban, amikor teljes szívből Istenhez kiáltottál, te minden feltételt teljesítettél. De a belsőd lehet, hogy megvétózza ezt a valóságot. Mert tudod, hogy te valójában még mindig ellenálló vagy, valójában olyan mértékben alul teljesítesz, hogy nem tudod elhinni, hogy Isten tényleg megteszi. És hadd fogalmazzam meg ezt az alulteljesítést egy szóban. Engedetlenség. Valójában tudom, hogy én nem engedelmeskedek Istennek. Nem teszek meg mindent, ami tőlem telik. Nem teszem meg azt, amiről tudom, hogy Isten javasolná, hogy megtegyem. Például, mondok egy példát, a 46. Zsoltárban olvastuk, olvassuk el. Jó, nagyon rövid leszek, nincs mások gondolatom. 11. vers, 46. Zsoltár. Itt van egy javaslat Istentől. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Nem csinálom. Nem csinálom. Teljes erővel harcolok. Nem csendesedek el. Egyetem, tudom, hogy te vagy Isten, és tudom, hogy megszabadítanál, de azért egy B-tervet is nyitva tartok, tudod. És harcolok. És a következőre jutottam, hogy ez a bizonyos megmenekülés akkor jön, amikor tehát a megmenekülésnek a megtapasztalása, ami fontos, ugye, tehát ez fontos ahhoz, hogy te működni tudj, mert Isten megment, meg fog menteni, mert tudja, el van döntve, ugye, tehát szuper, de a megmentés 2 év múlva lesz. És azt a 2 évet te hogyan éled le, azért az számít, nem? Az az életednek egy jelentős százaléka. Tehát fontos az élmény, fontos a visszacsatolás. Hogyan lesz a visszacsatolás teljes? Ugye Isten szeret téged feltétel nélkül? Igen. És a tökéletes szeretet Istené kiűzi a félelmet, igaz? Aki fél, az nem lett tökéletessé a szeretetben. Ez azt jelenti, hogy azt nem szereti Isten? Dehogy is, ugyanúgy szereti Isten az, ami állandó, de az ő élménye. Nem az. Ugye, te félek, mert nem értettem meg Isten szeretetét tökéletesen, nem fogadtam el Isten szeretetét tökéletesen, ezért nem értem igazából, hogy Isten mennyire szeret, ezért nem értem igazából, hogy nincs mitől félnem, ezért félek. Aki fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Ez nem azt jelenti, hogy Isten megváltozott az illető felé, csak még nem kötött a gipsz, még a koncepcióim még megvétózzák Isten szeretetét, még egy kicsit más, egy másik malomban is örlök, és a másik malomban való örlés összezavarja a képet, és nincs megmenekülés, és a képletben mindig vannak olyan elemek, amik miatt azt tudom mondani, hogy baj lesz. Nem Isten miatt lesz baj, ő tényleg az, aminek mondja magát, én fogom elszúrni. És az a pont, ahol azt mondom, hogy de jó, de akkor én hogy nem szúrom el? Hát már azt sem tudom, hogy mi a jó nekem. Most már azt sem, annyira össze vagyok zavarva, hogy azt sem tudom, hogy mit kéne csinálnom. Hogy vár, mert Isten már rendben van, ő ki van pipálva, de vagyok még én. Engem hogy lehetne kipipálni? Értitek a dilemmát? És a varázsszó ez, engedelmesség. Uram, legyen én velem a te akaratod szerint. Tudod mit, Uram?
megpróbálom nem a saját programomat végigcsinálni, hanem a tiédet. És innentől Isten az, aminek mondja magát, és én is az vagyok, aminek Isten mond engem. Uram, te mondtad, hogy üljek itt nyugodtan. Most akkor nyugodtan ülök. Ha ezután elsüllyedünk, az kinek a problémája? Hát ez enyém is. De alapvetően a felelősség szintjén kinek a problémája? Istené. Hát ő mondta. Nem ő mondta? Most persze innentől a teológia és az írásmagyarázat jelentősége egyre nagyobb, de hát ezért vagyunk itt. Tehát az a pont, ahol én engedelmes vagyok, ahol én a szívem legmélyén megadom magam Isten válaszának, Isten tanácsának, Isten vezetésének, az az a pont, ahol én, mint bizonytalansági tényező megszűnök, és egy bizonyossági tényezővé válok. És innentől azt mondom, hogy nincs több pontja a valóságnak, amit megérinthetek. Volt az a pont, ahol én hiszek-e Istennek, és hiszek neki, és volt az a pont, ahol én a hívő papságom, a felelősségem, a szabad akaratom szintjével beálltam Isten rendjébe, és én is rendben vagyok. És innentől még mindig nem tudom, hogy mit fog Isten csinálni, mert ez nincs benne a képletben, hogy leírtam neki 5 pontban, és ő végrehajtja, hanem csak az van, hogy innentől az lesz, amit Isten akar. Mert én vezethető vagyok, és ő pedig az, aminek vallotta magát, és az ígéreteit végrehajtja. És innentől a kör bezárul. A valóság, az én viszonyom hozzá, és az egésznek a megtapasztalása egyé válik. És létrejön az ismeretet meghaladó békesség Filippi 4-ben, amely megőrzi a szívemet az Úr Jézus Krisztusban. Létrejön az az élet, amely nem függ a körülményektől. És itt még egyet hadd lépjek vissza, és már lejárt az időnk, pedig ez nagyon jó, figyeljetek! Ahhoz a ponthoz lépjünk vissza, ahol én hiszek Istennek, és Istenben ő ki van pipálva, de én nem szabadulok meg. És ez az a pont, ahol Isten néha segít, és úgy vettem észre, hogy úgy segít, hogy komoly válságokba visz bele. Belevisz olyan helyzetekbe, amik nagyon kényelmetlenek, amik nagyon fájnak, amiket nagyon nem kívánnál, nem csak magadnak nem, de még az ellenségednek se biztos. És Isten belevisz, mert ezek között a körülmények között tudja lebontani a koncepcióidat. Mert az önvédekezési rendszereink, az elképzeléseink, a módszereink arra, hogy hogyan kezelünk egy válságot, és aztán igazából valójában az egész életet is olyan erősek, olyan makacsak, olyan régóta építjük őket, olyan mélyen tudunk hozzájuk ragaszkodni, hogy egyszerű intellektuális környezetben, tantermi körülmények között nem engedjük el őket. Mostantól bízd rá az életedet Istenre. Fogadd el, hogy nem tudod, hogy mit hoz a holnap. A holnap azt hozza, amit a szerető Isten hoz neked. És most az összes tervedet, az összes fix pontodat kérdőjelezd meg, és mondd azt, hogy lehet, hogy valami más jön helyette. Ó, köszönöm, nagyon jó tanács, meg is csinálom. Tehát hányan mentetek így haza innen valaha? Úgy, hogy ez aztán, ahogy innen leértetek, és kiléptetek az utcára, és átmentetek a túloldalra, még akkor is emlékeztetek rá egyáltalán. Tehát ne vicc, nem így történik. Csak néhány egész különleges embernél esetleg, akik, tudod. A normális halandóval úgy történik, hogy egyszer csak benne találja magát egy helyzetben, ahol mindezt muszáj megcsinálnia. Muszáj megcsinálnia. És akkor egyszer csak visszaemlékezik, hogy az Úr ezt mondta. És aztán olvassa a zsoltárokat. És ott olvassa benne, hogy ezt mások is így élték át. És egyszer csak muszáj körbe mennie ezen a körön. És megszabadul. És megszabadul. Hogy mi lesz ez után, azt nem tudom. De mivel van 2 nagyon fontos tényező, az első, hogy bízom az Úrban, a második, hogy én a helyemen vagyok.
ezután már csak egyetlen egy dolog van, hogy el tudom-e fogadni, hogy az engem szerető Isten az én terveimtől eltérő jövőt hoz nekem. Ez az egyetlen kérdés. De ha az engem szerető Isten hozza a terveimtől eltérő jövőt, akkor az nem kell, hogy baj legyen, nem? Az csak más lesz. Egy gyerekeim csinálják ezt állandóan, és utána folytatjuk, és jó lesz, 20 perc alatt egy álmulatos dolgot fogunk csinálni, jó, maradjatok velem, jó? Gyerekeim mindig tervezik, hogy mit csinálunk, mindig megyünk a játszótérre. Elmegyünk valahova, jó? Igen, templomtérre. A templomtérnek, templomtér, a templomtér egy nagy katolikus templomnak az óriási parkja, és van benne egy szuper játszótér, meg lehet biciklizni is, meg mindenfélét, és oda megyünk. És hogyha gyerekeimmel múlna, hányszor mennénk a templomtérre? Mindig. Nagyon egyszerű, mindig. Ott élnénk valójában. És figyeljetek, néha szörnyű és borzasztó dolgot csinálok. Megmondom nekik, hogy nem megyünk a templomtérre. Máshová megyünk. Kirándulni megyünk a hármas határhegyre, és figyeljetek, világvége van. Értem, tehát valódi rémület jelenik meg az arcukon, valódi fájdalmat élnek át, igazi könnyeket sírnak, igazi dráma van, egy csalódás, tehát az élet olyan jónak tűnt még néhány perccel ezelőtt, és most felborult és tönkrement minden. Ezt értitek? És én kegyetlen, hideg, számító következetességgel elviszem őket a hármas határhegyre kirándulni. Mert tudjátok ezt képzelni? Tudom, családvédelem már jön, és aztán elmegyünk kirándulni, ugye sírás-rívás van az első 50 méter alatt, aztán csendes duzzogás van a következő 50 méter alatt, és utána boldog, szabad szögdelés van a következő 2 órában. Fölmegyünk a hegy tetejére, ott piknikezünk, és már lassan sötétedik be, és nem akarnak hazamenni. És azt mondják, ugye holnap is eljövünk. De ha nem veszem ki őket az ő vágányukból, akkor ezt sose élik át. Ezt értitek? Az Úrnak minket ki kell vennie néha a vágányainkból. És ahhoz, hogy ez ne egy rémület legyen, ahhoz ezen a körön, amiről az előbb beszéltünk, végig kell menni. Ha megismeritek az igazságot, az igazság mit csinál? Szabadokká tesz titeket. De az igazságot meg kell ismerni. Tapasztalati szinten. És ez az életünk leckéje. Amen. Amen. Folytassuk, még van még egy kis kapacitásotok? Szeretnétek? És egy olyan részt szeretnék olvasni, ami nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik ehhez. És fantasztikus. Ahhoz a részhez, ahol te érzed úgy, hogy te diszkvalifikálod magad az isteni áldás alól. Ezt hányan éreztétek már, hogy ti túl bűnösök vagytok? Hányan éreztétek már, hogy túl testiek vagytok, azaz nem vagytok elég szellemiek, ami olyasmit jelent, hogy nem foglalkoztok eleget Istennel, nem bíztok benne eléggé, nem olvassátok eleget a Bibliát, nem vagytok eleget gyülekezetben, nem jártok eleget bibliaiskolába, tehát egyszerűen nem vagytok elég szellemiek, nem vagytok elég jó anyák, nem vagytok elég jó apák, nem vagytok elég jó gyerekek. Tehát valahogy a ti teljesítményetek valahogy megfúrja ezt az egészet. Hát szerintem ez így a vérünkben van. Oké. A bűn probléma? Abszolút probléma. Mostanában gondolkozom rajta, hogy kéne csinálni egy sorozatot a bűnről. Na? Biztos élveznétek. Tuti, hogy a jelenlévő létszám megtizedelődne, de nagyon hasznos lenne. Hidd el, ha mi beszélünk a bűnről, az bizonyos szempontból nagyon sokkoló lenne, nagyon kijózanító, nagyon bizonyos szinten így összekapnád magad, és kellene is, azt gondolom, hogy kellene is, de utána borzasztó megszabadító lenne.
Tehát egyszerűen ámulatos egység jönne létre a között, amit a lelkiismereted mond, a bűntudat, az isteni szentség sejtése és ismerete, és a kegyelem, a meg nem érdemelt ajándék ennek az ámulatos rendszernek az élete között. Egy teljes egység jönne létre. Imádkozzunk érte, hát ha megadja az Úr, hogy csináljunk egy sorozatot a bűnről. Jó, ami jó címet kell neki találni, hogy olyan emberek is meghallgassák, akik nem hisznek a bűnben. De amit most olvasok, az a csattanó, jó? Ez a megszabadítás. És tudjátok, honnan fogom olvasni? Az Ószövetségből. Tudjátok, hogy az Ószövetség az a törvény ideje alatt íródott. Az Ószövetségben csak nagyon kevesen értették a kegyelmet. Mert Isten az előrehaladó kijelentésében, ahogy leckéről leckére tanította az emberiséget, még nem jutott odáig. Tehát az általános üzenet még csak ott tartott, hogy ne ölj, ne kívánd, ne imádj más Istent. Mózes, 10 parancsolat, és az összes többi, a törvény. Engedelmeskedj és jutalmat kapsz, lázadj és meghalsz. Nagyon egyszerű. A gyerek ezt érti. Nem érti az összetettebb gondolatokat, nem érzi a finomságokat, azt érti, hogy itt van a piros vonal, ha átléped, dáldá lesz, ha nem léped át, minden rendben van. Jó? És átlépik kell a dáldá, és akkor ott kondicionálódik, és érti, hogy ott tényleg van egy határ. A sparhert is ezt csinálja, csak más módon. Azt mondja, hogy forró vagyok. Ha hozzám érsz, sérül a bőr, szövet először, aztán az írha, sőt később a hús szövetek is, ha elég sokáig tartod a kezedet a sparteren, megsül. Hogyan üzen a sparhert, illetve a szervezet a gyereknek, hogy rosszat csinál? A fájdalmon keresztül. Azonnali visszacsatolás egy helytelen viselkedésről. Kis hólyag meg minden, de nem sült meg a keze. Igaz? Ha ez a fájdalomreakció nem lenne, akkor simán megsüthetnénk a kezünket. Tudod? És sérülnénk visszajelzés nélkül. Isten is ezt csinálja az életünk spirituális részében. Hogy jött ez ide? Mindegy. De itt van egy ámulatos írásrész. Ének Isten irgalmáról, 103. Zsoltár. És ez a végkövetkeztetés. Ez az, ami a végső vonatkoztatási rendszeret kell, hogy legyen. Ez nem, és majd figyeld meg, ez nem szünteti meg a törvényt, hanem egy olyan embernek a zsoltárja, aki az ószövetségi időben is megértette Isten valódi természetét, valójában az új szövetség üzenetét. És ő Dávid. És Dávid a saját életén, a saját tapasztalatain keresztül, illetve az írásnak az ismeretén keresztül, illetve a Szent Szellem munkáján keresztül egy, mondjuk azt, hogy új szövetségi proféta volt az Ószövetségben. Dávid meglátta a betű mögött a személyt és az ő igazi szívét. És nem csak ő, nyilván a teljes Ószövetség tökéletes összhangban van az új szövetséggel, de ez a zsoltár fantasztikus. Tehát ez a zsoltár kell, hogy legyen a végső viszonyítási pontod. Ez kell, hogy legyen a viszonyod Istennel. Hallottad ezt? Ránézel Istenre, és van egy képed róla. Ránézel Istenre, és látsz egy szempárt, amely szúrósan, vagy szeretettel, vagy nem is tudom, valahogy néz rád, van egy viszonya hozzád. Ez az a viszony. Ezt kell látnod az Úr szemeiben, mert ez a valóság. Olvashatom? Mehetünk vele? 103. Zsoltár. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Álljunk meg. Áldás mit jelent? Mondj jót róla. Mondj jót róla. Dávid ad egy parancsot a lelkének.
Miért kell ezt parancsolnia? Mert ha nem teszi, könnyen megtörténik az ellenkezője. A lelkünk a porhoz tapad, pesszimisták vagyunk, depressziósak vagyunk. Sokkal többet tanultunk a személyes kapcsolatról embereken keresztül, mint Istentől, és az emberek mindig neheztelnek. Az emberek mások, mint Isten. Úgyhogy ránézek Istenre, és ha nem fegyelmezem magam, simán belevetítem Istenbe az emberi kicsinyességet, az emberi gyarlóságot, és egy hamis viszonyban leszek vele is. Dávid dörzsöl. Dávid tudja, hogy nem bízhat a szívében, hogy nem bízhat a szubjektív ítéletében. Azt mondja, hogy áldjad lelkem az Urat. De nem akarom, áldjad lelkem az Urat. Miért? Mert ez a valóság. De a szíved nem erről fog bizonyságot tenni. A hétköznapi tapasztalataid nem erről fognak bizonyságot tenni. De akkor is ez a valóság. Mondj jót Istenről a lelkedben. Azt mondja, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm, és itt beszél az akarat, értelem, érzelem, lelkiismeret, öntudat teljességéről, az egész bensőmről. Muszáj, hogy én ott legbelül elismerjem, hogy kicsoda Isten, és muszáj, hogy megvalljam, kimondjam, hogy ez lehessen a viszonyunk. Ez a fáradtságos része a dolognak. De ha elég sokszor megteszem, gondolatminták lesznek belőle. Az agyam új szinopszisokat köt, új agyi pályák alakulnak ki, ahol a bizalomnak és az Isten ismeretének ez a gondolata egy szokássá válik. És hogyha harmadik hónapja, negyedik hónapja, ötödik éve áldod az Urat az egész bensőddel, akkor reggel felébredsz, és ennek az Istennek a valóságában ébredsz fel. A lelked emlékszik rá, hogy egy olyan Istenhez fordulsz, és egy olyan Istennek a valóságában élsz, aki méltó az áld, méltó rá, hogy dicsért, hogy jót mondj róla. Akire, ha ránézel, nem is tehetsz mást, mert jó, és ezért jót gondolsz, és jót mondasz róla. És itt van maga az áldás. Áldjad, második vers, áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Miért mondja ezt? Mert elfelejtem. Úgy értem, amikor az igazi kakiban ülök, akkor elfelejtem, hogy voltam már ilyenben, és az Úr akkor is megszabadított. Úgy értem, feledékenyek vagyunk, és Dávid inti a lelkét arra, hogy ne feledje el mind azt, ami történt, hogy kihozta Izraelt Egyiptomból. Téged kihozott Egyiptomból? Emlékszel még arra az időre, amikor világi emberként éltél reménytelenül? Emlékszel rá? Hányszor vallottad meg barátoknak, hogy ha nincs Isten, valószínűleg már nem is élnél? Hát figyelj, ehhez képest élsz, és meg vagy szabadítva. És lehet, hogy nem gondtalan, csicsergő nyugalomban élsz, hanem egy valóságban, de az Úr megszabadított Egyiptomból, áthozott a pusztán, és bevisz az ígéret földjére, és veled van éjjel, tűzoszlopban, nappal, füstoszlopban. Úgy értem, az életed tele van Isten kezének a nyomaival. Ne felejtsd el, mert Isten tovább visz, és elvisz egy olyan helyzetbe, ami új lesz neked. De egy dolog állandó. Ugyanaz az Isten van veled most is, mint aki volt veled tegnap és tegnap előtt. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet. Bűn kipipálva. Mit csinál Isten? Ó, nem tudom, de én úgy elszúrtam. Bingo, te vagy az, akire ez vonatkozik. Bingo, kvalifikáltál. Mert mit csinál Isten? Mit csinál? Megbocsátja a bűnödet. Melyik bűnödet? Az összeset. A mindenben, minden benne van? Hó, nálad nem, tudom. De a többieknél biztos minden. Biztos van itt is egy olyan apró betűs, ami csak a Sanyira vonatkozik. Ő megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Oké. Megtörténhet, hogy egy hívő megbetegszik és belehal? Bingo! Megtörténhet. Akkor mit mond ez itt? Én szerintem azt mondja, hogy meggyógyítja minden lelki betegségemet. Tehát úgy értem, ez rögtön a bűn után kerül felsorolásra. Tehát a lelkem beteg. A lelkemben vannak olyan minták, olyan torz gondolatok, olyan torz kapcsolatok, amelyek szenvedést okoznak, aminek nem csak bűn a következménye, hanem önmaga egy hibás funkció. Seb,
betegség. Ugye te tudod, önvádban élek. Oktalan önvádban. Azt gondolom, hogy mindenről én tehetek. Mindenért én vagyok a felelős. Van felelősségem mindig, de nem mindenért én vagyok felelős. Nem én okoztam mindent. Azt például, hogy te ide jöttél, arról nem én tehetek. A saját szabad akaratodból csináltad. Mi közöm hozzád? De lehet, hogy úgy gondolkozom, hogy tudod, én tehetek róla, mindenről én tehetek, és most nézd meg, megfázott szegény, és én tehetek róla. És tudod, és ez csak beteg vagyok. Sanyi, csak beteg vagy. És az Úr azt mondja, hogy meggyógyítom minden betegségedet. Hogy értem, a kis torz gondolataidat így kisimítom, tudod? Csak adj egy pár évet. És tudod, és kisimít, kis meggyógyítja. Megbocsátja minden bűnömet, és közben meggyógyítja minden betegségemet. Megváltja életedet a sírtól. Megváltja életünket a sírtól. Hogy értem, és tudjuk a játék végét. Ismerjük a végét. A vége biztos. Örök életünk van. Megváltotta az életünket a sírtól. Figyelj, ha csak ez az egy igazság volna, ha csak ez az egy következtetés lenne az, amit keresztényként kapunk, tudod, az egész Biblia csak egy üzenetet hozna. Örök életed van. Újjonghatnánk-e? Élhetnénk-e igazi reménnyel? Néha azt érzem, hogy Isten túl sokat ígért. Mert a sok ígéret között összezavarodunk, és nem tudunk kellőképpen értékelni egyet. És ezt mondja, hogy figyelj, akármit csinálsz, csak 70 év, ha pehjed van 80. És tudod, és finito! Annyi! És átlépünk az örökké valóságba. Nincs többé fájdalom. Nincsenek többé könnyek. Ahogy Ernőt hallgattam, átváltoztatja a mi halandó testünket az övéhez hasonlatossá valahogy így, igaz? Hogy értem, én leszek Superman. Erről volt már egy üzenet. De te csak gondolj bele. Te azt gondolod, hogy az a nagy dolog, hogy van-e pénzed, vagy nincs. De nem az a nagy dolog, hogy van-e pénzed, hanem az, hogy egy nyomorult tested van. Hogy alapvetően olyannak vagy teremtve, akinek külső erőforrásokra van szüksége, csak ahhoz, hogy élhessen. Kis kaja, kis pia, kis öltözés, kis háztető, ház fölött, mert olyan nyomorult kis féreg vagyok, alig élek, úgy értem, tudod, meg az angyalok azt mondják, hogy mik ezek, tudod? Hát még egy, tudod, még a földet se tudja elhagyni, maximum 50-60 centire. Úgy értem, mi vagyunk az igazi lények, tudod? Egy bolygót meg elpusztítok, ha akarok, vagy tudod, vagy nem tudom, egy angyalnak milyen hatalma van, de csak a lényénél fogva hatalommal és szabadsággal bír, nagyobbal, mint amekkorával te bírnál, hogyha a világ legsikeresebb, leggazdagabb, legbefolyásosabb embere lennél. Vetted ezt az egy üzenetet? Isten azt mondja, hogy az enyémhez hasonló testet adok neked. Olyan lény leszel, mint én. És mit adsz még? Ez apróság. Te fak vagy és süket. Nem hallottad, hogy az Úr mit mondott? Ha ez most meg lenne neked, akkor 2 éven belül te lennél a világ uralkodója, és hogyha igazán megbudjannál, akkor Istenként imádatnád magad az egész világgal. Egy érinthetetlen, felsőbbrendű lény lennél, akiről a legvadabb szifik nem álmodtak. Ez az egyik garancia. Ez a terv veled. Ez az a személy, aki a tervet végrehajtja. Megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronáz meg. Oké, amit eddig hallottunk, az a megúsztam. Megbocsátott a bűnömet. Meggyógyított a betegséget. Tudod, megúsztam. Én már ezért hálás lennék, tudod? Remélem most itt hagy. Remélem, hogy elmegy. Tudod, megúsztam, tudod? Iszkolj. És iszkolok, tudod? Iszkolok. Mert megúsztam. De Isten nem azt akarja, hogy megúzd, hanem azt mondja, figyelj, koronát teszek a fejedre. Irgalom. Az irgalom az az, hogy te stiklis vagy, és ő
irgalmat ad neked, azaz nem kapod azt a büntetést, ami a stiklid miatt járna neked. Ha egy irgalmas ember közelében vagy, akkor biztonságban vagy. Az irgalmas ember nem veri le rajtad a... Tehát ott vagy mondjuk egy asztaltársaságnál, és bunkó vagy. És minden normális házigazda megmondaná, hogy figyelj, ezt hagyd abba szépen, vagy tudod, gondunk lesz. De az irgalmas házigazda az nem adja neked azt a rosszat, ami járna neked. Irgalmas. Nem tudom, ez jó példa volt-e. Irgalom. Azt mondja, irgalommal koronázlak meg, és szeretettel. Szeretettel. Ez nem az, hogy megúsztad és iszkolhatsz, hanem az az élmény, amit az én fiam él át, amikor megígérte, hogy csak egy gumicukrot eszik. És mire hozom a reggelit, addigra üres a doboz. Irgalom és szeretet. Oké, következő. Ötödik, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Betölti javaival az életedet, és megújul ifjúságod, mint a sasé. Tehát nem csak, hogy irgalom és szeretet, hanem aztán elkezd adni neked az ő javait. És azt gondolom, hogy mi itt elsősorban anyagi dolgokra gondolnánk, és szerintem megadja azokat is, de elsősorban szellemi javakról beszél. Megint a lélek egészsége, az igazi élet. És aztán olvassuk tovább, figyelj, minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Szerinted kik az elnyomottak? Majdnem mindenki. Ki nyom el téged? Igen. Tehát, hogy elnyom adott esetben a világ, az emberi rendszer is, de a bukott angyal biztosan, nagyon tetszett ez a megfogalmazás, sátán, sokkal jobban hangzik, mint csak egy bukott angyal. Ez milyen jól volt, te mondtad, nem? Tehát, miért engedelmeskednénk egy bukott angyalnak? Ki ő? Csak egy bukott angyal. De igen, ezeknek a lényeknek a rendszere az emberiséget elnyomás alatt tartja. És az Úr minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik. És akkor itt van az ő törvénye és igazsága. Mert ez is megijeszthet minket, mert néha azt gondolom, hogy ha velem valaki törvényesen és igazságosan bánik, akkor én bajban vagyok, mert stiklis vagyok. De ne felejtsd, három sorral előbb olvastad, hogy hogyan viszonyul a stiklihez. Emlékszel még? Vagy már elfelejtettük? Újra olvassuk? Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Irgalmas, ezt tisztáztuk, kegyelmes, ajándékot ad, meg nem érdemelten. Türelme hosszú, szeretete nagy. Jó képlet? Egyrészt nem verem le rajtad, másrészt ajándékot adok. Ha továbbra is makacs lennél, a türelmem hosszú, a szeretetem pedig folyamatosan nagy. Szeretnék egy ilyen lény társaságában lenni. Szeretném, ha a barátaim ilyenek lennének. Szeretném, ha a feleségem ilyen lenne. Szeretném, ha a gyerekeim ilyen lennének. Szeretném, ha én ilyen lennék. Ha én ilyen lennék, és a környezetem ilyen lenne, ámulatos életet élnénk. Isten ilyen. Fölébredsz reggel, belepislogsz a szürke homályba, és gondolsz Istenre, kérlek, gondolj erre. Ez a valóság. Azt mondja, hogy nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Ha mőrögyetem perel? Hát persze, hát mennyire stiklis vagy? Úgy értem, ha igazán stiklis vagy, akkor neki egy ponton szembe kell szállnia veled, hisz ki kell, hogy javítson. Úgyhogy egy ponton te úgy érzékeled, hogy haragszik. Egy ponton úgy érzékeled, hogy gondja van veled. A fiam ezt én néha átéli, mert szeretném, ha túlélné az első 3-4-5 évet. Ezért néha konfrontálódom vele. De ez a szeretet miatt van, és figyeld a környezetet. Azt mondja, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Hányszor gondoltad azt, hogy azután, amit elkövettem, azután, ami vagyok, nekem nem jár semmi jó. Megérdemlem a sorsot, amely utolér. És csak ezt hallgasd, figyeled, hallgasd. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Irgalmas, nem adja azt a rosszat, ami jár. Kegyelmes, azt a jót adja, ami nem jár. Meg nem érdemelt ajándékban tart. Szeret, mint apa a fiát, mint anya a gyermekét. És itt van, figyelj, a mérték, csak hogy értsd, mert törvényesen és igazságosan bánik az elnyomottal. Itt van az ő törvénye, itt van az ő mértéke. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, itt álljunk meg, milyen magasan van az ég a föld fölött? Jó, messze van. Nem, milyen messze van az ég a föld fölött? A Hubble teleszkóp belekukkant az űrbe, mit lát? A végtelent feltételezzük, a végtelent. Úgy értem, az emberi értelmet meghaladó méret van a föld fölött. És ezt mondja, hogy amilyen magasan van az ég a föld fölött, érted a léptéket? Emberi léptéket meghaladó nagyság. Amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Ez vagy te? Hú. 12. Amilyen messze van napkelet a napnyugattól. Oké? Napkelet a napnyugattól. Milyen messze van egymástól? Ugyanebben a végtelen térben vagyunk. Napkelet, napnyugat. Arra van mennyi? Végtelen. És mennyi van arra? Végtelen. Amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Az evangélium, Jézus Krisztus váltsága egy végtelen megoldás. Egy abszolút és teljes megoldás. Ez le van rendezve. Értsd meg, hogy vége van. Elvégeztetett egyszer mindenkorra. És aztán itt van az egyik kedvenc sorom, és mindjárt abba hagyjuk. 13-14. Amilyen irgalmas az apa a fiához, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Érted ezt? Te egy ember vagy, nem angyal. Te most még ember vagy, nem Isten. Porból lettél, gyarló, törékeny, Isten tervezett ilyennek. Miért? Hogy képes legyél felfogni az ő irgalmát és kegyelmét, hogy saját tapasztalati tény legyen, hogy Isten irgalmas és kegyelmes. Az angyalok nem értik Isten igazi természetét. Nem érthetik, mert olyan erővel és olyan hatalommal élnek, ahol nincs szükségük irgalomra és kegyelemre. Ők csak engedelmeskednek, és megy nekik. A teremtésüknél fogva ilyenek. És lila gőzük sincs arról, hogy milyen Isten ellen lázadni és lázadóként életben maradni. Isten porból teremtett minket, semmik vagyunk, törékenyek, gyarlóak, és Isten emlékszik rá, hogy értem, ő találta ki. Nem tudod magad diszkvalifikálni. Ha hittél, ha istenfélő vagy, akkor ez az a valóság, amiben élsz. És itt jön egy nagyon érdekes rész, ez zavarba ejtő, 15-től 18-ig, itt egy kicsit megrángat minket. Miért? Mert a szabadságunkban azért megvan a lehetőségünk, hogy mégis egy független, saját életet éljünk. Egy olyat, amely nem Istenben bízik. És itt lebeszél róla. Hogy beszél le róla, hogy Isten nélkül éled az életedet? Így. Az ember napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van. Még a helyét sem lehet felismerni. Figyelj, ember, az életed semmi. Az életed annyi, mint a mezőn a virág. Tudod, jön egy szél, és eltűnt. Úgy értem, ne bízd el magad. Óriás vagy Istennel, és törpe vagy szinte semmi Isten nélkül. És ez az egy bölcsesség maradjon meg benned, hogy a te életed ámulatos, egy ámulatos Isten miatt, de nélküle óriási hiányban van. És így mondja,
Azt mondja, ha végig söpör rajta a szél, ugye, az ember napjain, vége van, még a helyét sem lehet felismerni, de az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az utódaikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezései megtartásával, teljesítésével. Megtartani a szövetségét, melyiket? Az újat. Mi a szövetség, amit önmagával kötött, értünk. Krisztus meghalt, az igaza, az igaztalanokért. A bűneinket magára vette, az igazságát nekünk tulajdonította. Ez a szövetség. Megtartjuk. Nincs benne részünk, csak emlékeznünk kell rá. Megtartjuk. Törődünk a rendelkezéseinek a teljesítésével, ezért vagyunk itt. Úgy értem, erről beszéltünk. Hívő hívők szeretnénk lenni. Nem megy túl jól, de itt vagyunk. És a fű rövid élete szembe van állítva az Úr örökké megmaradó szeretetével. Elközött választunk. És aztán az utolsó rész a tekintélyről és a hatalomról. Figyeljetek, csak megint Istent oda teszi, ahol ő tényleg van. Az Úr a mennyben állította fel a trónját, abban a végtelenben. Királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancs szavára. Ugye az angyalok félelmetes hatalommal és teljesítménnyel élő lények. És ami Istenünk, a seregek ura, az angyali seregek ura, ők engedelmeskednek neki. Tudod, olyan ez, szerintem, ha egy angyallal találkoznánk, úgy tennénk mi is, mint János, leborulnánk előtte és imádnánk. És az angyal mondaná, állj már föl, én is csak szolgatársad vagyok, az Urat imád. És ezek az angyalok, akik hiperlények hozzánk képest, mind engedelmeskednek Istennek. Áldjátok az Urat, seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Istennek jár az áldás, jár, hogy jót mondjanak róla, mert ámulatos, mert jóságos. És ez egy ámulatos hely. Figyelj, és itt van, ebben van egy döntés, és ezzel fejezem be. Figyelj! Áldjátok az Urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Isten mindenütt uralkodik? Igen? Igen? Nem. 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 Ha nem akarod, akkor feletted nem uralkodik. Emlékeztek, erről beszéltünk? Engedelmesség, az emberi méltóság, a szabad akarat. Persze a királyi hatalmával uralkodik, de a te nemed határa mögött nem. És a Zsoltár író ezt látja, és meghozza a döntését. Figyelj, áldjátok az Urat, ti teremtményei mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad én lelkem az Urat. Ami azt jelenti, hogy elismeri, hogy Isten uralkodik ő fölötte is. Hol van a te országod, Uram? Nem érdekel, hogy hol van, én bennem biztos, hogy van. Uralkodj, Isten, nem érdekel, hogy hol uralkodsz, de én bennem és én felettem uralkodj mindenképpen. Áldjad én lelkem az Urat. És én nem tudom, hogyha ezt elolvasod, ezt a Zsoltárt, szóról szóra, lassan, minden egyes szavát megízlelve, akkor lehet-e reménytelenséged? Ha ezt a Zsoltárt a szívedbe vésed, ha elhiszed, ha ennek a Zsoltárnak az Istene lesz az Istened, lehet-e reménytelenséged? Legyünk hívő hívők, mert egy ámulatos Istenünk van, és adjuk meg magunkat neki. Hadd érjen körbe az a kör. Hadd legyenek az ígéretei igazak, hadd hozzam meg ezt a döntést, és hadd engedelmeskedjek, hadd álljak a helyemre a legjobb tudásom szerint. És ő megszabadít.
és én dicsőítem őt. Amen. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy hogy szabadíts meg minket. És megszabadulva hadd emeljük fel a tekintetünket mások felé. Hadd öntsük ki az életünket azokért, akiket te szeretsz, hogy ők is megszabaduljanak. Micsoda üzenet megszabadulni, igazán megszabadulni egy üres és halott vallás helyett egy igazi bizonysággal élni, és másokat szabadságra segíteni, másokat a szabaduláshoz vezetni. Ez a nagy parancsolat, szeresd a te uradat és Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. És a második ehhez hasonlatos, szeresd fele barátodat, mint te magad. Először magunkat kell, hogy szeressük. Először mi kell, hogy megszabaduljunk. Először Istent kell, hogy szeressük. És aztán jönnek a többiek. Úgyhogy szabadíts meg, Istenünk, most. És mi hirdetni fogjuk a te dicsőségedet. Nem azért, mert tartozunk vele, nem azért, mert kell, hanem mert a szabadításodat átélve semmi mást nem tehetünk. Hála fakad a szánkról, dicséret az ajkainkról, a szívünk örömmel van teli, a te egyszerű és hamisítatlan valóságod miatt. Te vagy Isten. Mi csendben vagyunk. Hozzád kiáltunk, és te megszabadítasz minket. És dicsérünk téged. És hogyha még sohasem fogadtad el a názáreti Jézus Krisztust, mint a megváltódat, tudd, hogy ő az. Ő az, aki meghalt a te bűneidért. Ha hiszel ő benne, ha elfogadod őt, mint helyettesítő áldozatot, örök életed van. Ennyire egyszerű. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Bocsásd meg a bűneimet. Ha meghalok, vigyél a mennybe, és amíg élek, vezess, áldj. Bátoríts engem. A te nevedben, a názáreti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk.